Jönnek a jogerős határozatok a devizahiteles perekben, a frekvencia pályázatok nyerteseit is kihirdetik, és októbertől lehet játszani az új lottón. Ez a Privátbankár híradója 2014. szeptember 29-én 5 perccel 10 óra után. Köszöntöm Önöket, Balla Györgyi vagyok. Az EVO Bank keresetének tárgyalásával kezdődik a devizahiteles törvénnyel kapcsolatos másodfokú tárgyalások sorozata a fővárosi ítélőtáblán. Október 9-ig összesen 14 tárgyalást tűztek ki. Ezen a héten az EVO Bank mellett a Milton Hitelezési ZRT, a Sopron Bank Burgellan ZRT, a Bói és Vidéke Takarékszövetkezet, a Széchenyi István Hitelszövetkezet, a Retailprod ZRT és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank ügyét tárgyalják majd. A budapesti értéktőzsde részvényindexe enyhén emelkedett a pénteki záráshoz képest. A vezető részvények közül az OTP árfolyama nem változott a pénteki záráshoz képest, míg az M-Telekom, a MOL és a Richter veszített értékéből utóbbi 2,4%-os mínuszban van, a MOL pedig 1,6%-ot veszített értékéből a pénteki záráshoz képest. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság ma hirdeti ki a széles sávra eddig nem használt frekvenciasávok nyertes pályázóit. Kiderül, hogy melyik frekvencia csomagot szerezte meg a Magyar Telekom, a Telenor, a Vodafone és a Digi, illetve az is kiderül, hogy mennyit fizetnek a frekvenciákért. A Magyar Telekom szempontjából azért is érdekes a végeredmény, mert a frekvenciákért fizetett díj mértéke hatással van a társaság eladósodottságára, azon keresztül pedig a jövőben fizetendő osztalék mértékére is. A piacoknak az Európai Bizottság szeptemberi gazdasági hangulatindexe, valamint a Német Statisztikai Hivatal szeptemberi előzetes fogyasztói árindexe szolgálhat majd napközben tájékozódási pontként. Szakértői várakozások szerint azonban a piacok alapvetően kivárásra rendezkednek be az Európai Központi Bank csütörtöki kamatdöntő üléséig. Tavaly összesen 1,1 millió szülő csökkentette adóját a gyermekek után igénybe vehető enyhítéssel, 300 ezer embernek pedig egyáltalán nem kellett adóznia, ezt írja a Magyar Nemzet. A családi adóalap kedvezmény változásával jövőre minden jövedelem sávban növekszik a két gyermekesek nettó jövedelme. Jövőre bruttó 121.211 forintos jövedelem felett a nettóbér havi 20.000 forinttal lesz magasabb, de már a minimálbért kereső szülők borítékjába is 13.000 forinttal több kerülhet minden hónapban. Jön az új lottó, a Nemzeti Adó és Vámhivatal engedélyezte a Szerencsejáték ZRT-nek az Eurojackpot szervezését. A hazai lottózókban a tervek szerint október 4-től lehet majd tippelni a játékra. Az Eurojackpot drágább lesz a lottónál, de többet is lehet majd vele nyerni. Az alapjáték valószínűleg 640 forint körül lesz, de ez változhat az euró árfolyamától függően. Ez olvasható a Világgazdaságban. Egy órakor lesz legközelebb Privátbankár híradó. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.